Augusztus 28-án Torontálvásárhelyen a művelődési otthon nagy termében újra felcsendült a magyar nóta. 26. alkalommal került megrendezésre a Víve Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválja. A rendezvény első részében amatőr énekesek léptek fel, folytatásban a Víve nóta énekesei az új szerzeményeket adták elő. Ünnepi gála esttel zárult a rendezvény. A versenyzőket és fellépőket a Víve Fesztivál alkalmi zenekara Dékány Imre prémás vezetésével kísérte. A fesztivált Sztéván Lazicski, a torontálvásárhelyi helyi közösség elnöke nyitotta meg, aki biztató és szép szavakkal méltatta a vajdasági nóta rendezvényt. Az amatőr énekesek vetélkedőjén két énekes lépett fel. A szakzsűri értékelése alapján legjobb énekesnek bizonyult a horgosi Gonclik György. Második díjazott pedig a martonosi Szél Attila. A fesztivál különlegessége, hogy a fellépők nem csak a már ismert nótákat éneklik, hanem új szerzeményeket is előadják. A rendezvény célja így kettős. Az első, hogy ösztönözze az alkotókat új magyar nóták szerzésére, a másik pedig, hogy biztosítsa az énekes utánpótlást. Hát ugye idén egy szinte új csapattal vágtunk neki a szervezésnek, megújult csapattal. Én azt gondolom, hogy sikeresnek mondhatjuk ezt a fesztivált, hiszen voltak jelentkezők az amatőr énekesek közül is, sikerült egy jó zenekart verbuválnunk, illetve a közönség is szép számmal megjelent és meghallgatta azokat az új nótákat, amelyek szép számba érkeztek idén is, és aztán pedig a szólistáink 9-en énekeltek és adtak egy szép egyórás gála műsort még a mindezek után, úgyhogy én sikeresnek értékelem ezt az első általunk első fesztivált, ugyanakkor ez már a 26. sorrendben. A zsűri értékelése szerint első díjas nóta lett elhunyt Kovács Ferenc szerzeménye, a Megesküdtem című hallgató, melynek szövegét Tényi Ferenc írta. A közönség Morvai Melinda nótaénekes előadásában hallhatta. Nagyon megható volt úgy, ez egy különös érzés, mert hogy én nekem a megboldogult Feri bácsival, ugye egy tényleg különös kapcsolatom volt, én nekem ő rengeteget segített. Az első pillanattól kezdve a Víve Fesztiválon, amióta én elkezdtem szerepelni, az első pillanattól kezdve mindig rendelkezésünkre állt, rengeteget segített nekünk, tanácsokat adott, tényleg támogatott bennünket, úgyhogy bízok benne, hogy valahol ott fönt érezte ezt az egészet. Helybeli nóta szerzők szerzeménye is felcsendültek, akik díjazva is lettek. A második helyezést a szövegemmel. Hát egy kicsit nehéz, hogyha belegondolok, mert az eddigi zeneszerzőim sajnos elhaltak, nincsenek. Az idén belevágtam abba, hogy új zeneszerzők után nézek, ami nagyon nehéz, és mert nagyon kivannak ők is öregedve, ugye? De viszont hála Istennek, hogy így mondhatom, a Szabó Dékány Zsófia és a Mezei Szimóna, ugye tudjuk, hogy magas szinten zenei tudással rendelkeznek, és vállalták a megzenésítést, hát ahogy láttuk, elég szép sikerrel. Ugye. Közönségdíjas lett a torontálvásárhelyi Szúnyog Tibor nótaénekes. Hát ez most egy külön érzés, mert én különben megnyertem az előző, ha jutom, 2-3 évben szintén a közönségdíját. De az idén ez valahogy külön érzés, talán azért is, mert egy másfajta stílusú nóta, és itt tényleg a témát az életből merítettem. Másik az, hogy ami a közönségdíját illeti, erre nem is gondoltam, mert annyira erős volt a mezőny az idén, hogy tényleg nem lehetett tudni, hogy melyik jobb. Tehát bárki nyerte volna
megérdemelte volna, hogy valami díjat vigyen el, mert tényleg itt a díjak hajszálon múlottak. A Víve Fesztivál az egyik legjelentősebb vajdasági rendezvény, amit 1996 óta Torontálvásárhelyen tartanak meg. Falu szülöttjének, Vitkai Gyula hírneves nóta szerző emlékére. Azt hiszem, hogy Osztermann Emma az egyik rangidős visszajáró előadó művész fogalmazta meg a legszebben a hát pedig azt mondta ki itt a fellépésének az egyik momentumába, hogy a világon itt szeret a legjobban énekelni. Hát ezért van meg itt a helynek valószínűleg a varázsa és a helynek a szelleme. Valami olyan csodát tud teremteni, valami olyan közeget tud teremteni ahhoz, hogy a mindennapokban tényleg vissza kell lopni ezt a nóta és csárda hagyományt, hogy Horthy Lászlóékre és a csapatára mi is nagyon büszkék vagyunk. Nagyon magas szintű gála műsor ugye előtte a verseny is. Felemelő érzés volt itt lenni, és megtisztelő volt itt lenni ezen a gyönyörű műsoron, vagyis fesztiválon. Igenis nagyon fontos. Nem annyira, nem lényeg, hogy hol vagyunk, hogy ugye Vajdaság északi részén vagy déli részén, mindenhol nagyon fontos a magyar nótát hallani, valamint hallani az énekeseket, és hallani, hogy milyen tisztán, szépen énekelnek. Hát jövője mindenképpen van a Vivének, a ma este is ez bizonyított, és az elmúlt 25 alkalom is. Van jövője, mert ez a nép, a mi közösségünk szeret mulatni, szeret táncolni, szeret nótázni, és a népdala, népzene, a néptánc mellett a magyar nóta is része ennek a közösségnek, ennek a kultúrának, büszke erre, és különösen hálásak lehetünk Torontálvásárhelynek és a Vivének, hiszen egy új szint, egy új hangulatot, új magyar nótákat hozott az életünkbe, amelyek nem csak itt a mi tájunkon, hanem szélesebb körben is népszerűvé váltak, sokan éneklik. A rendezvény fővédnökei, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Művelődési Titkárság, az Antalfalvi Önkormányzat.